Sziasztok, üdvözöllek titeket újra itt a YouTube csatornámon, egy újabb videóban. Ez egy ilyen vlog videó jellegű dolog lesz, még meglátom, hogy hogy alakul, viszont egy óriási dologra készülök, ami befolyásolni fogja a YouTube csatornámat is, hiszen nekem nincsen laptopom, és én egy telefonnal veszem fel a tartalmakat, és ott vágom meg, mindent ott csinálok, nincsen semmilyen gépem, laptop, stb. És most eljutottam arra a pontra, hogy szükségem lenne egy laptopra. 7 éve nem használnak semmi ilyen készüléket, és most el fogunk menni, és megvesszük azt a laptopot, amit kinéztem, vagyis hát megnézzük, nem tudom, hogy van-e olyan színben, amit szeretnék. És velem tarthatok ezen az izgalmas napon, mert hát azért nem minden nap vesz az ember ilyen értékben dolgokat, és nem azért fogom nektek ezt megmutatni, hogy hú, nekem ilyen sok pénzem van, nem, én nekem nagyjából egy fél éve konkrétan erre gyűjtök, hogy ez megtörténhessen, úgyhogy ez véget is vagyok ennyire izgatott. Amit szeretnék, az nem pont egy olcsó kategóriájú gép, viszont arra, hogy videót vágjak, tároljak rajta, és a videózással kapcsolatos dolgokat tudjam ott intézni, ahhoz azért úgy gondolom, hogy be kell, hogy fektessek egy nagyobb összeget, ami majd remélhetőleg az idő folyamán megtérül, viszont nagyon-nagyon megkönnyíteni a dolgomat, és rengeteg időt tudnék azzal megspórolni, hogy nem kell figyelnem folyamatosan a telefonom tárhelyét, mert elfogy, nem tudom vágni, nem tudok egy újabb videót elkezdeni, szóval már nagyon-nagyon szükségem van egy ilyen készülékre. És mondhatnám, hogy ez lesz a második ilyen nagyobb dolog, amire befektetek a csatorna érdekében, hogy jobb minőségi tartalmakat tudjak ide feltenni. Az első, ez a kis mikrofon volt, ami a mai napig a kedvencem, és mindennapi használatban van konkrétan, tényleg minden nap használom, és elképesztően szuper, és nagyon sokat javított a videóimnak a hangminőségén. Igyekszek a fényeken is javítani, erre egy ring lightot használok, de az nem egy drága kategória, 5000-6000 forintba került, és ez a laptop lesz most a következő ilyen nagyobb befektetésem, és majd a jövőben szeretnék egy rendes kamerát is, de hát azért minden egyszerre nem működik, úgyhogy már ennek nagyon-nagyon fogok örülni, hogyha ez megtörténik, és szeretném nektek is majd itt megmutatni a videóban, hogyha ez... Szóval, hogyha esetleg sikerült megvenni. Most még megvárom, hogy hazaérjen Miklós a munkából, és utána együtt el fogunk menni a MediaMarktba, meg különböző ilyen elektronikai készülékeket árusító üzletbe, és meglátjuk majd, hogy esetleg meg tudjuk-e venni ott, vagy rendeljük meg. Azért én bízok benne, hogy meg tudjuk venni ott, és a mai nap este már használhatom. Nagyon izgi lenne. Na, induljunk is el, és nézzük meg a laptopokat. Hazaértünk a bevásárlásból, és ezt nézzétek, hogy mi van itt. El se hiszem, de megvan! Volt az a szín, és pont az a márka, meg típus, meg minden, amit szerettem volna, és ki sem merem bontani, mert attól félek, hogy tönkreteszem, már attól konkrétan, hogy kinyitom. Nézzétek meg, a doboza is milyen szép, és ott van a színe. Úgyhogy sikerült. És most együtt ki fogjuk nyitni, és megnézzük, hogy mit tartalmaz ez a kis doboz. Jaj, nagyon izgatott vagyok. Most pedig ki fogom bontani. Kaptam hozzá kettő ilyen akármit, valami 1 GB és 100 perc kiinduló keret. A fogalmam sincs, hogy ez mire jó, majd megnézzük. Mindegy. Most viszont jöhet a csomagolás része. Úristen, hogyan menjek, hogy ti is lássátok. Na jó. Amúgy ezeket olyan nehéz kibontani. Úha. Na, nem tudom kiszedni. Jó van, meg lesz, mindjárt meg lesz. Tényleg nem akarom tönkretenni, mert nagyon drága volt. Hú, ezek kisporolják az anyagot. Annyira szűkre csinálják. Na jó van, most megvan. Ott van. Itt van benn. Bár így se tudom kiszedni. Nézzétek, ja, talán itt, ó, de szép, jó, de szép vagy, de nézzétek, mennyire szép már, annyira szép színe van, imádom már most,
Tudni, hogy rengeteget fogok rajta dolgozni. Van hozzá valami kis kábel, ez fogalmam sincs, hogy mi. Majd megnézzük. Töltő is van hozzá elvileg, úgyhogy nagyon örülök neki. Na, így mutatom, hogy azért lássátok a doboznak a tartalmát. Mindjárt ki fogom szedni ebből a csomagolásából, és akkor jobban meg tudjuk nézni a színét is. Persze ezek annyira kispórolják, vagy annyira ilyen szűkre csinálják a csomagot, hogy egyszerűen nem tudom kiszedni. És ilyenkor van a baj, hogy nehogy véletlenül tönkre tegyem, de hát ezt hogyan? Nem lehet kiszedni ebből a papírból. Na jó, van, leállítom és jövök, amint sikerült. Na, végre sikerült kiszedni, így jobban látni a színét. Hogyan van ez? Most nagyon amatőrnek fogok kinézni, de hogy kell ezt kinyitni? Na jó, van, mindegy. Itt vannak még a kis alkatrészei. Van hozzá egy ilyen. Meg van hozzá. Gondolom, itt van akkor a töltője. Igen. És ebbe vajon, ebbe mi van? Valami kis leírás hozzá? Papírok. Matrica. Jaj, de szép. Na, azt hiszem, hogy sikerül rájönnöm a nyitására. Közben itt ez a fólia már egy kicsit lejött róla. Ó, de szép. Mindjárt mutatom nektek is. Megpróbálom megfordítani. Na, ilyen. Nagyon szép belül. Ha, és itt van ez a csodaszép, nézzétek meg. Imádom már Na jó, most. ennyit erről a kis laptopról. Mostantól sokkal-sokkal meg fogja könnyíteni a dolgomat a videóvágást illetően, a tárolást illetően, úgyhogy folytassuk tovább a YouTube-ozást ezekkel a kis készülékekkel. Na most már másnap van, és tegnap úgy vettem észre, hogy nagyon sokat beszéltem a laptopról, viszont, hogy... Hops. Na jó, most már csak sikerül nem pofára ejtenem a telefont. Szóval másnap van, megyek ki a lovardába, és arra gondoltam, hogy folytatom tovább ezt a vlogot, mert nem akarom, hogy csak a laptop legyen benne, mert azért az úgy nem túl izgalmas. Merlin is megérkezett, ő most egy kicsit itthon marad. Elmegyek, lovagolok, nagyon szép idő van most, legalábbis egyelőre úgy néz ki. Úgyhogy délután megint tudunk menni sétálni, az pedig már szerintem a Merlin nagyon várja. Nyilvánvalóan ma sem úsztuk meg a keddi napon az esőt. Mindig, amikor szabad napon van, akkor elkezd esni. De hát ez minket nem fog visszatartani a sétától, csak csöpög az eső. Úgyhogy most itt vagyunk Merlinnel, ott, és megyünk egyet sétálni. Habár annyira lehet, hogy így nem lesz egy jó órás séta, viszont valamit összehozunk. Na, ezt a vlogot teljesen elfelejtettem, képzeljétek el, hogy most már szombat van,
És nem zártam le, úgyhogy végül is szinte egy ilyen heti videó lett belőle, mert néhány napomból mutattam egy-egy részletet, közben Merlin itt nagyon aktívkodik. Most is éppen videót forgatunk, szombat reggel van, és készítek egy nyereményjáték összefoglalós videót, viszont arra gondoltam, hogy gyors beugrok ebbe a videóba is elköszönni. Köszönöm, hogy itt voltatok, nem volt kifejezetten tartalmas videó, de igyekszek ennél jobb vlogokat hozni, remélem, hogy minél hamarabb most már bejön a jó idő, és tudunk ide-oda menni, az sokkal izgalmasabb lesz. Úgyhogy remélem, hogy tetszett, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, és találkozunk hamarosan. Legyen szép napotok, sziasztok!